Október az idős személyek hónapja. A Községi Nyugdíjas Egyesület Magyar Kanizsai Szervezete Napsugaras Ősz címen vidám délután szervezett tagságának október 2-án. Az irodalmi, zenés ünnepi műsorban többek között közreműködtek az alapfokú zeneiskola növendékei, Kolompár Emese, Sarnyai Zsófia és Stefán Tórics. A Cifra Szürvegyes Kar is köszöntötte az időseket, mégpedig délalföldi dalokkal. A műsorvezető Körmendi Gyöngyi többször is hangsúlyozta, az időskornak is megvannak a maga szépségei, ugyanakkor nehézségei, de örülni kell egymásnak, a találkozásnak, a barátoknak. Napsugaras az ősz valóban, mert nagyon szépen süt a nap. Október első napját beragyogja a napsugár, azonban a mi összejövetelünknek egy kicsit jelképes az elnevezése, mert hát talán mi vagyunk az ősz, és a napsugár, az pedig beragyog az életünkbe, akkor, amikor együtt vagyunk, amikor a fiatalokra gondolunk, a gyerekeinkre, az utódainkra, ha tudunk, segítünk nekik, és még nagyobb az örömünk, ha visszamosolyognak ránk, és hogyha valamit viszonozni tudnak abból, amit tőlünk kaptak valaha. A Nyugdíjas Egyesület jelenlevő tagjait versek is köszöntötték. Kecskés Takács Éva és Kenyeres Ivánka is egy-egy saját versét osztotta meg a hallgatósággal. Szeretném mondani a fiataloknak, nagyon jó érzés nyugdíjasnak lenni, azért, mert magunk mögött maradt az az idő, amikor megtettünk mindent annak érdekében, hogy a gyerekeink boldogok legyenek, hogy a házunk rendben legyen, és most úgy érzem, hogy ezek a nyugdíjas évek arról szólnak, hogy egy kicsit saját magunkra gondoljunk, barátkozunk, társalogjunk, utazunk, mosolyogjunk, nevessünk, mert nem kell attól félni, ezek a fiatalok úgy jönnek utánunk olyan gyorsan, hogy csoda. Az időseket nagyon nehéz kimozdítani otthonról, de tudniuk kell, hogy itt mindig kedves szavak és baráti kör vár mindenkit. Lehetne ilyen hétköznapi dolgokról beszélni, hogy igen sokrétű szolgáltatást végzünk minden nyugdíjas számára, nem csak az egyesület tagjai számára. A tüzelő beszerzésétől kezdve, akár a humanitárius segítségnyújtásig, csomagosztásokig, akkor, amikor a kisnyugdíjasok számára ezeket az adományokat eljuttatjuk. De ez eseti dolog, inkább az, ami programszerű, ami lényeges, az, hogy különböző ilyen klub jellegű találkozókat próbálunk meghonosítani. A napokba fejeződött be egy komoly munkaakciónk, amikor két termünket alkalmassá tettünk arra, hogy még több idős embernek tudjunk biztosítani olyan föltételeket, ahol összejöhetnek, beszélgethetnek, kávézhatnak, vagy pedig az említett sporttevékenységekkel foglalkozhatnak. A községben a nyugdíjasok száma igen magas, megközelítőleg 3500 ilyen szeméről tudnak, de nem mindenki tagja az egyesületnek, mondja a községi szervezet vezetője. Ugyancsak mi kötődünk valami módon ugye a fölfelé szerveződésbe, az pedig hát az egyik, ami mindig érzékeny téma, úgy, hogy a munkaszervezetekben a fizetés, itt nálunk viszont a nyugdíj. Tudjuk, hogy csökkentett nyugdíj van, tudjuk azt is, hogy nagyon nehezen élnek a családok azért, mert itten a nyugdíjas nem az, amit valamikor elképzelhető, hogy nyugdíjas majd kapja a nyugdíjat és kiül a kispadra és beszélget, hanem sajnos néhol egyedüli család eltartó, ahol onokákat vagy a családnak egy jó részét el kell a kis nyugdíjból.
Mi próbálunk küzdeni azért, hogy meglegyen az a lehetőség. Én most nem úgy akarom, hogy visszaállítani azt a 10%-ot, hanem egy lehetőséget adni, hogy azért nem mindig csak magában nyugdíj az, hanem azelőtt voltak ilyen segélyek, ami csomagokban valósult meg, ezt az elmúlt időszakban is. Tehát nem is függ csak mi tőlünk, ez függ egy országos vagy egy tartományi szinten. Nagyon jó az együttműködés a tartományi szervekkel, és úgy így mondjam, Kanizsát is azért úgy retírozzák, hogy egy ilyen elég komoly szervezet. A nyugdíjas találkozón a jelenlevők egy perces néma csenddel adóztak az Egyesület egykori elnökének, Molnár Csikós Benedeknek az emléke előtt, aki nem régen hunyt el.